Néhány másodperc, és már le is vették a koronavírus kimutatásához szükséges mintát az ember orrüregéből. A hétvége során két helyszínen, Szekszárdon és Tamásiban is megkezdődött a gyermekvédelemben és a szociális alapszolgáltatásban dolgozók önkéntes alapon történő koronavírus szűrése. A kormányzatnak az a célja, hogy a betegség terjedését lassítsuk, vagy esetleg állítsuk meg, nyilván most inkább a lassításról lehet beszélni. Másrészt én azt gondolom, hogy minden normális kormánynak az feladata kell, hogy legyen, hogy törődjön az embereknek az egészségével. Most ezt a foglalkozási csoportot célozta meg a kormány, és gyakorlatilag azt szeretnénk, ha az emberek biztonságban lennének, és tudnák azt magukról, hogy egészségesek, vagy esetleg orvosi kezelésre szorulnak. Ha valamelyik dolgozónak pozitív a teszt eredménye, azt abban az esetben azonnal hazaküldik, és a további teendőkről a házi orvossal kell egyeztetnie. A hétvégén nem csak a tesztelések folytatódtak, ugyanis a kormányoltási terve szerint az egészségügyi dolgozók mellett a legveszélyeztetettebb csoportok kapják meg elsőként a vakcinát, ezért kezdődött meg a legnagyobb idős otthonokban élők és dolgozók beoltása. Így történt ez Bátaszéken, a Szivárvány idős otthonban is. A Tolna megyei Balassa János kórház orvosigazgatója úgy fogalmaz, az oltás az egyetlen lehetőség arra, hogy megállítsuk a koronavírus járványt. Itt van ez a nagyon nagy lehetőség a birtokunkban, és nagyon javaslom mindenkinek, hogy éljen vele, hiszen ez a nagy alkalom arra, hogy a járványnak véget vessünk. Tolna megyében az országos szűrőprogram keretében végzett tesztelések tavaly novemberben kezdődtek. Először a bölcsődei, óvodai és iskolai dolgozók, nevelők és tanárok kérhették az ingyenes hetenkénti koronavírus szűrést. A program részeként nagyjából 4000 vizsgálatot végeztek el hétről hétre, gyógyszerész és orvostan hallgatók bevonásával. A teszteket és a védőfelszerelést a Tolna megyei kormányhivatal biztosította, mint ahogyan a szűréseken dolgozók elszállásolását és étkezését is ők szervezték meg.